sziasztok! A mai egy kissé szokatlan videó lesz, ugyanis itt az autóban fogunk megcsinálni egy tag videót a férjemmel. Neked szokatlan az autóban videózás csak? Hát nekem szokatlan, ez egy ilyen páros tag, és azon gondolkodtunk, hogy hogyan tudnánk felvenni együtt egy videót, és csak ez az egyetlen lehetőség jutott az eszembe. Most éppen megyünk a szüleimhez vidékre, úgyhogy gondoltam, hogy ez idő alatt remélhetőleg meg tudjuk csinálni ezt a tag videót. Ez a tag egyébként a Movie Date tag, és ezt Zsófiék csinálták, és Fatima Pankáék tegeltek be engem, vagy hát minket. Az ő csatornájukat, illetve a férjem csatornáját is megtaláljátok majd a videó alatti leírásban. 10 kérdés van, ezek igazából ilyen filmes kérdések, szóval ezeket fogjuk most megválaszolni itt az autóban a férjemmel. Nézzük az első kérdést, ami az, hogy melyik volt az első meghatározó film, amit láttál? Kezdjem? Kezdjettem. Igazából, amit mozimban láttam először, az valamelyik mesefilm volt, de nem emlékszem pontosan melyik. Vagy a Macskafogó, vagy a Willy a Belép című magyar alkotások valamelyike. Moziban ezek voltak, amiket először láttam, és emlékszem rá, és megmaradtak. De aztán jött a VHS korszak, és akkor meg mindenféle ilyen kommandós filmeket. Rambó korszak volt nekem meg VHS-en, azt hiszem először, amit így már nyilván nem annyira gyerekként, de arra emlékszem. Az első meghatározó filmélményem az a Szabadítsátok ki Willit volt. Nem tudom erre ki mennyire emlékszik, ez egy karcárnyú delfinről szól, arra emlékszem, hogy sírtam rajta, mert annyira sajnáltam, amikor szállították át a szegény delfint, és akkor ott locsolták vízzel, hogy nehogy kiszáradjon. A második kérdés az, hogy mi volt az utolsó film vagy sorozat, amit láttál? Ezt a kérdést így két gyerekes szülőknek feltenni, hát hogy is mondjam, majd hogy nem irreleváns. Moziban együtt voltunk nyáron. Vincével voltam terhes, és anyukáméknál ugye ott hagytuk Lilit, és visszajöttünk Pestre, és akkor megnéztük a Soha véget nem érő esetet. Azóta nem voltunk moziban. Azóta nem voltunk moziban, igen. De én láttam filmeket, mert az Encore boltban nagyon kitűnő filmeket lehet kölcsönözni. Például bepótoltam egy-két ilyen régebbi mulasztásomat, és megnéztem a Hosszú állokból a maradékot, ami még hátra volt, meg az Amerika kapitány, meg ilyeneket. Ezekkel le voltam maradva, úgyhogy azt így megnéztem. Hogy mi volt az utolsó film, amit egészben láttam? Hát szerintem ez, amit moziban együtt néztünk valószínűleg, szóval én azóta nem nagyon néztem filmeket, illetve két nappal ezelőtt belenéztem a Barátok közben. Az még van! Tudok én! Nem voltam többen, vagy még van Barátok igen, közben. Kb. Egy ilyen szinten állok mostanában a filmekkel. Nem igaz, mert egy-két ilyen kósza Dr. John meg Castle epizódba belejutottunk az évek alatt, de igen. Meg a House of Cards első évadát én megnéztem. Egy kollégámtól megkaptam egy pendrive-on, és azt így részletebben megnéztem, az jó volt. A harmadik kérdés az, hogy mik a kedvenc filmjeid? Mondom én akkor először, mert én tudom nekem még a kedvenc filmjeim. Nekem az Oceans trilógia, tehát az Oceans 11, 12 és 13, imádom. Az Igazából szerelem, akkor a Valentinnak, tudjátok ez, amiben nagyon sok sztár szerepel, az Olasz Melót is nagyon szeretem. Most mondjuk mondtam kapásból vagy 6 filmet, de mindegy, nekem ezek a kedvenc. Hát nekem sokkal több van szerintem, tehát én nagyon szeretem a szuperhősös filmeket, a Batman trilógia, az újkori az nagyon tetszik ezek közül. Én Star Wars-t is szeretek nézni, aztán én a Harry Potter filmeket is megnéztem, a Sandrával nem sikerült megszerettetnem. Vígjátékokban imádom az ilyen nagyon elborultakat, mint a Trópusi vihar, a Bluff. És hát ami meg ilyen nagyon, ami meg komolyabb alkotásabból nekem a legutóbbi kedvencem, az a Csillagok közt, amin tényleg utána napokig gondolkodtam, és az annyira megfogott. De az Ördög ügyvédje például régebbi, de szintén nagy kedvencem volt. Négyes kérdés az, hogy milyen műfajú filmben lennél te karakter? Hát én mondjuk így az Olasz Melóban Charlize Theron karaktere, az nekem nagyon bejön. Ez okos, szép, furfangos, kicsit ilyen csipkelődős. Szeretne szép és okos lenni, ez a lényeg. Imádom a férjemet, tényleg, annyira kedves fiú, nem? Mármint egy filmben. Mert várjál, jó a válasz. Milyen műfaj, nem rosszul mondtam, film műfajt kell mondani. Hát akkor én egy ilyen, hát az Olasz Melő az mi? Ez egy ilyen akcióvígjáték, nem? Há, vagy igen. Valami ilyesmi, amiben az van egy kis action, de van humor is. Én valami nagyon beteg vígjátékban tudnám elképzelni magam, de tényleg valami nagyon elborult, nagyon fárasztó poénokkal telerakott vígjátékban vagy. Nagyon zúzós, nagyon durva, erőszakos akciófilmben tényleg, ami mint tudom én, egy ilyen Suicide Squad vagy valami ilyesmi.
Menjünk a következő kérdésre. Ki játszana téged egy filmben? Olcsó poénem, hogy Danny DeVito engem, de hát... vagy mint a Joe Pesci, vagy valamilyen hasonló köpces karakter, de... De Robert Downey Jr. szerintem jó lenne. Jó lenne, mint én. Bírnám. Engem szerintem Sandra Bullock. Hát ugye név kötelez, de szerintem ő játssza engem egy filmben. Mi a top 3 kedvenc sorozatod? Nekem a Szívek szállodája. A másik az a 24. Hát bármire, bármennyire is nálam azért néha súrolta a határt így erőszakosság tekintetében, de alapvetően nagyon szerettem azt a sorozatot, és tényleg végignéztük gyakorlatilag majdnem az összes évadot. És harmadik, mi lenne a harmadik? Hát mondjuk a Jó barátok. Nálam a 24 az első. A 24 az oda-vissza bármikor bármennyit. Senki sem vallat úgy, mint Jack Bauer. Az biztos. Úgyhogy az nagyon. A második nekem a House of Cards. A harmadik az pedig volt egy kevés ismert sorozat, a Sleeper Cell. Az nekem nagyon tetszett még a sorozatok közül. Mi idegesít legjobban egy filmben? Amikor teljesen elborult dolgokról kezdenek moralizálni, aminek semmi értelme nincs. Tehát amikor értelmetlen az egésznek a mondani valója, vagy a végkifejlete, attól a hajam tudunk kitépni. Nekem ilyen volt például a Tágozárt szemek, az egyetlen mozifilm, amiről kijöttem. Engem az idegesít egy filmben, hogyha vontatott. Tehát, hogyha mondjuk van egy olyan szál, vagy egy olyan, nem tudom én, cselekmény, amin egyszerűen indokolatlanul sokáig elidőznek, és ettől az egész egy ilyen vontatott valami lesz, én ettől falra mászom. A 8-as kérdés az, hogy mi az a film vagy sorozat, amit soha nem fogsz megnézni. Tehát nekem több is van ilyen az a helyzet. Hát én például, most kövezzetek meg, de engem abszolút nem érdekel sem a Trónok harca, sem a... Mi ez a zombis? A Walking Dead? Hát az, hogy rosszul vagyok az ilyen zombis dolgoktól, szóval már csak ezért sem, úgyhogy nekem például ez a kettő, ezt még biztos, hogy nem fogom soha megnézni. A filmek közül, ami tudja, hogy nem az a Szürke 50 elnyaladta meg annak a folytatása. Ja, de ez engem sem érdekel egyáltalán. Az nagyon nem. Az a durva, hogy még az Alkonyatot is megnéztem, tehát hogy... Nem azt mondom, hogy nagy kedvel, de hogy megnéztem. Egyébként igen, pedig azt mondom, az Alkonyat nem izgat engem, de azt amikor megnéztem, akkor úgy elvoltam. Nem izgat, vele. Az egésznek a végén az a 12 perc, ahol összevesznek a vámpírok a vérfarkasokkal, ami ráadásul meg se történik, ugye, de mindegy. A 9-es kérdés az, hogy melyik színésszel, színésznővel vagy filmrendezővel találkoznál szívesen? Színésznők közül Charlize Theron és Jennifer Lawrence. Színészek közül pedig, hát egyébként nagyon sokkal, de hogy azért gondoljuk a magyarokra is. A magyar vonalon például Rudolf Péter nekem nagyon nagy kedvencem, ővel szívesen elbandáznék valamikor egyszer. Megint egy fröccsöt. Nagyon kedvelem a munkásságát, meg azt a személyiséget, ami átjött ugye mindenféle helyzetekben, úgyhogy vele szívesen magyarok között. Én Jennifer Lawrence-el találkoznék szívesen, vagy pedig Meryl Streep-el. Mert nekem az ő munkásságuk az, ami nagyon-nagyon tetszik. Két nagyon eltérő korosztályról igen. Beszélünk, de Meryl Streep-el is nagyon-nagyon szívesen találkoznék. És végül az utolsó kérdés, hogy mi az aktuális kedvenced, amit most láttál, vagy most szeretnél megnézni? De most nem láttunk semmit igazából. Nincs aktuális kedvencük, mert nem láttunk hónapok óta semmilyen új filmet. Most ezekre a szuperhősös folytatások vagyok rákattal, vagy nem láttam még ugye a Pókember Homecoming-ot, és hát jönnek egymás után most az, hogy Thor majd, jönnek a DC-s filmek is, úgyhogy kíváncsian várom ezeket. Lehet egy kicsit fura, de én bírom ezeket a képregény feldolgozásokat. Szerintem nem fura, szerintem ezeket sokan szeretik. Hát én megmondom őszintén, hogy azt sem tudom, hogy milyen filmek vannak most a moziban. Tehát, hogy én nem tudom, hogy mit néznék meg, mert olyan szinten nem foglalkoztam úgymond ilyesmivel mostanában. Azt tudom, hogy lesz valami anyukás, karácsonyi film, valami rossz anyák karácsonya, vagy valami hasonló. Na, azt lehet, hogy megnézném csak így poénból. Nyilván ez egy ilyen könnyedebb valami vígjáték, de mondjuk kikapcsolódásnak én szeretem az ilyeneket. Van egy olyan, hogy lesz karácsonykor, lehet, hogy ismerő, hogy reszkesíték betörő.
Ezt ismered? Nem, soha nem láttam még tényleg. Az biztos lesz megint Balázs. Elfogytak a kérdések. Szerintem jó kis tag volt. Neked tetszett? Tegelnünk is kell valakit, hogyha jól emlékszem. Nyilván az ilyen tag videóknak pont ez a lényege. Úgyhogy én Alexi Vivit és a férjét szeretném tegelni. Remélem, hogy kitöltitek ezt a movie date taget. Nektek pedig, hogyha tetszett ez a videó, akkor mindenféleképpen nyomjatok egy lájkot, írjátok meg kommentben, hogy nektek mik a kedvenc filmjeitek, vagy éppen mi az, amit nagyon-nagyon utáltok. És természetesen iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha még nem tettétek meg, meg a férjemére is. Köszönöm, hogy ezúttal is velünk tartottatok, így az autóban. Legyen szép napotok, sziasztok! Hello!